Mint biomatematikus, élettel kapcsolatos dolgoknak és egészen pontosan mikrobiológiai folyamatoknak a matematikai modell alkotásával foglalkozom. És matematikusok, mi mindig szeretünk párhuzamot találni teljesen különféle jelenségek között, és ezt a párhuzamot a mi matematikai világunkba leírni matematikai módszerekkel, és ez vezetett engem ahhoz a kérdéshez, hogy van-e különbség, illetve hasonlóság, párhuzam, baktériális és emberi közösségek között. Tanulhatunk-e esetleg valamit baktériumok világából? Körülöttünk mindenütt komplex hálózatok vannak, és egészen alacsony szintekről, mint gének, proteinek hálózatából, sejtek közötti kapcsolatból, emberi szervezetek, emberi közösségek kapcsolatából ki lehet sokszor olyan valamit hozni, ami közös bennük. Ezért komplex hálózatok mutatkoznak az egyik legalkalmasabb eszközre, hogy párhuzamokat vonjunk le. Egy valami nagyon érdekes a komplex hálózatok dinamikája, ami különösen élő szervezetekre, élő komplex hálózatokra jellemző. És ezt a legfontosabbat talán ezt szeretném kiemelni, hogy ezek változnak, környezetre változnak, belső evolúciójuk van. Például, amikor a kedvező a környezet, gondoljunk a gazdaságra, kedvező környezetben gazdaság jól működik, minden mindennel össze van kapcsolva, egészen az áruk egymással való kapcsolódásai, az áruk a termelők egymással való kapcsolódásáig, és egy valami fontos, hogy minél inkább növekedés legyen a cél. Ha kedvezőtlen a helyzet, stressz a helyzet, akkor átmegyünk valamiféle stressz üzemmódban, például a gazdaság kicsit szegregálódik, átmegy az irányítás sokkal jobban egyfajta hierarchikus rendszerbe, centralizált irányítás jön meg, és bizony egy túlélés üzemmód is elkezdődhet. Nem kell messzire menni, egy vállalat, amikor nehéz helyzetben van, leegyszerűsíti a struktúráját, és ezzel próbálja a gazdasági válságot túlélni. A baktériumoknál teljesen hasonló a helyzet. Egy valami nagy különbség, illetve a nagy kérdésem pontosan az, különbsége ez. A baktérium, amikor stressz alatt van, akkor kétféle, sőt többféle utat is ki tud fejleszteni ebben a leegyszerűsített hálózatban. A legismertebb példa, amit éppen mi is, az én kutatócsoportom is megvizsgált, mondjuk a szalmonellát valószínűleg sokan ismerik. A szalmonella képes stressz alatt kétféle stratégiát is felvenni. Az egyik azt mondja, legyen nekem ostorom, maradjon meg, a másik azt mondja, nem kell az ostorom, mert csak energiát fogyaszt. Nem jó vagy rossz döntést hoznak, hanem mind a kettőnek van valami logikája, van valami, ami miatt ezt érdemes, és a 3 milliárd éves evolúció azt mondta, hogy tartsd meg ezt a szokásodat. Az emberi közösségek azonban miközben ezt a két utat megpróbálják kiaknázni, sajnos szegregációhoz vezetnek. Mind a két világháború előtt bebizonyítható volt, hogy a háború kitörése előtt már egyfajta szegregáció történt, kialakult egy olyan, hogy aki az én ellenségem ellensége, az az én barátom. Aki a barátom ellensége, az az én ellenségem. Vagy gondoljunk a hidegháborús híres jelszóra, hogy aki nem velünk, az ellenünk. Magánélet sem különböző. Magánéletben is emlékezzünk rá, hány olyan barátunk van, akik igen stresszes házépítésbe belefogott, és bizony mire fölépült a házuk, addigra elváltak, mert a stressz szegregációt okozott. Foglaljuk csak össze. Baktériumnál a stressz a populáció normális görbejét két felé osztja. Az egyiknél, amit példát mondtam, kifeleszti az ostort, a másik azt mondja nem, az ostoros azt mondja nekem kell, hogy tápanyag után ússzak, a másik azt mondja nekem az csak energiát fogyaszt, és nem kell, és ennek megfelelően egyik sem mondja azt, hogy nem vagy a barátom most már, mert nem szavaztál az én pártomra, vagy nem jöttél az én csoportomba. Emiatt viszonylag megvannak, mint biológiai diverzitás.
Nézzük az emberi társadalmat. Van valami emberekre jellemző, ami a mi fajunkra jellemző, egyfajta szembenállás a másik táborban van. Elkerülhetetlenül a szegregáció okoz érzelmi ellenségeskedést, aminek következménye az, hogy ez megnöveli a stresszt. A stressz, ha megnövekszik, még jobban biztosítja a szegregációt. Én, mint matematikus, nem tudom ezt másképpen, mint egy ilyen autokatalikus folyamattal jellemezni, ezt úgy hívják, hogy autonóm rendszer. Ezek az autonóm rendszerekre az jellemző, hogy ha egyszer bekerül ebbe a spirálba, nem tudok elképzelni valamilyen belső változót, vagy egy változót egyáltalán, mint egy külső erőt, ami ezt feloldaná. Tehát milyen matematikai modellt tudok én csinálni, ami azt mondja, hogy vágjuk el ezt az öngerjesztő spirált. De egyébként miért is beszélek én erről? Az analógia itt van, a perfect storm, ami elé nézünk. Már elhangzott ma, 30-40 év múlva egybeesett nagyon sok stressz hatás. Demográfiai robbanás, az ökológia válság, a climate change, a politikai instabilitások, mind-mind, amikor összeesnek, elkerülhetetlenül szegregációt hoznak létre, emberi társadalmakban is. Ez a szegregáció még nagyobb feszültséget fog okozni. Mit tudunk az ellen csinálni, hogy bevezethessem ezt a külső változót, ezt a külső erőt, én, mint matematikus? És arra gondoltam, hogy egyszerűen felismerni. Ismerjük fel, hogy ez a stressz miatt van. A felismerés, tudatosítás olyan helyeken, mint például maga ez a TEDx, más fórumok, tanítás, átadni ismereteket. Ha megértjük az ördögi kör tulajdonságát, meglátjuk a következményét. Tenni tudunk ellene, sőt, még lehet, hogy kollaborálni is tudunk a másik csoporttal. És nem tudnám másképp jobban befejezni, mint a költő szavaival. Ha kétkednek benned, s bízol magadban, de érted az ő kétkedésüket. Köszönöm.